Magyarországon kb. 35 ezer betege jelenleg pacemakerrel. Ugye évente a beültetések száma az ilyen 5000-5500 körül ingadozik. Ugye azáltal, hogy a pacemakereknek az alkalmazása már nem csak a klasszikus indikációban, hanem ugye bizonyos rosszindulatú betegségekben, rosszindulatú ritmuszavarokban, illetve bizonyos egyéb kórképekben, mint a szívelégtelenség bizonyos fajtái is ugye alkalmazzuk, ezáltal ez a szám ez nő folyamatosan. Úgyhogy ez egy meglehetősen jelentős betegpopulációt érint, az egész MR-kompatibilis pacemaker kérdéskör. A régi típusú készüléket praktikusan nem lehetett MR-ben vizsgálni. Ugye két fő területen jelentkeztek problémák. Ugye az egyik az elektródákban bizonyos olyan áramok keletkeznek, amely áramok az elektróda és a szív találkozásánál fejthetnek ki káros hatást. Illetve magában a pacemaker rendszerben ugye ott olyan elektronikus megoldások voltak, amelyeket egyértelműen és direkt károsította a készülék, tehát praktikusan egy MR vizsgálat után volt olyan pacemaker, ami nem működött a továbbiakban. MR okozta igazán a problémákat eddig. Tehát volt egy tucat haláleset történt az MR-ben 80-as években, amikor elkezdték használni az MR-t, és azok nem voltak ledokumentálva rendesen. Tehát ott úgy történt, hogy bement a beteg a vizsgálatra, kihúzták, és meg volt halva. És akkor kiderült, hogy pacemaker-e volt, de nem tudták, hogy most akkor miért halt meg. Mert nem raktak rá ilyen MR-kompatibilis monitort, nem látták azt, hogy most azért halt meg, mert ritmuszavara lett, vagy mi a fenétől halt meg. Szóval tisztázatlanok voltak ezek az esetek úgy pontosan, ezért inkább azt mondták, hogy ne legyen, senkit ne lehessen. Úgyhogy ez a bizonyos MR-kompatibilis készüléknek a Magyarországon is elérhetővé válása valóban egy rendkívül átülést jelentő újdonság, amelyet az elektrofiziológusok, az aritmés pacemaker munkacsoport ezt maximálisan üdvözöl, és rendkívül pozitívnak tart, hogy ez Magyarországon megjelent. Nyilván a lehetőségektől függően maximálisan törekszünk arra, hogy minden olyan paciens, akinél felmerül az MR vizsgálatnak a lehetősége, a közelőbb bár vagy mozgásszervi, vagy pedig egyéb okoknál fogva, ezek mind hangsúlyozom a lehetőségektől függően MR-kompatibilis készülékben, tehát MR-kompatibilis készüléket tudjunk berakni ebben a betegcsoportban. Azt tudom megígérni, hogy minden olyan betegnél, ahol erre szükség lesz, ezt meg fogjuk próbálni elérni, hogy be tudjuk rakni, és reményeink szerint ez sikerülni is fog. Jelenleg is a beteg számára semmiféle költséget nem jelentenek. Ez a pacemaker is OAP tender kapcsán ugye kerül elnyerésre, illetve hát a későbbiek során, a beültetés során sincs semmiféle költségvonzata az ilyen típusú készülék megkapásának. Ez, amit itt látunk, ez az úgynevezett négyüregi felvétel, ahol mind a négy szívüreg látható, pitvarok meg a kamrák. És amiből látszik, hogy itt pacemakerrel van dolgunk, ez a fekete pötty, az elektróda, az ilyen vastag fekete műtermékként jelenik meg az MR-be, mert igazából ez egy vékony dolog, csak megváltoztatja a mágneses teret, meg itt hátul is látszik a kanyarulata az elektródának, ahogy bevillan. Tehát ebbe a betegbe egy pacemaker elektróda fut a jobb kamrájába. Magát a pacemaker berendezést azt nem látjuk, hanem helyett egy fekete luk van. Azért, mert az MR-ben az a fém, ami a pacemakerben benne van, az megváltoztatja a mágneses teret. Látható, hogy a szívettől még vizsgálható, hogy itt benne van neki. Hogyha egy kicsit önző akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy nekünk a legjobb, mert én nem izgulok annyira a mérés során. És hát a betegnek is persze sokkal jobb, mert nem kell tartani attól, hogy valamilyen probléma fordul elő a mérés.